Február 28-ával zárult az előző év. Mint minden évben, én nagyon pozitívan tudok nyilatkozni a közmunkaprogramról, nyilatkozta televíziónknak Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Mint minden évben én nagyon pozitívan tudok nyilatkozni a közmunkaprogramról. A vállalt feladatokat, a programban vállalt célkitűzéseket sikerült végrehajtani. Elég komoly bér- és járuléktámogatást kaptunk a közfoglalkoztatók bérének a kifizetésére, amelyet szeretnénk majd 2023-2024-es évre is folytatni. Ennek a pályázata elkészült az elmúlt év decemberében, tehát 2022. decemberében, és a pályázat beadásra került hiánypótlásra nem hívták fel a figyelmünket, tehát elméletileg a pályázat úton van a cél felé, nagy valószínűséggel ez a pályázat is 2023 évben nyertes lesz. Az elmúlt egy évben sok mindent sikerült megvalósítani, néhány nagyobb munkát is kiemelt a vezető. A legnagyobb munkák azok évről évre majdnem mindig ugyanazok. Beruházás jellegű pályázati fejlesztés már nem támogat a program, vagy csak nagyon keveset. Tehát azokat a csatornaszakaszokat, amelyeket az elmúlt években, 4-5 évvel ezelőtt még pályázat keretében meg tudtunk oldani, árok lefedések, árok bélelések, azok már most nem mehetnek, kisebb összeget kapunk közvetlen költségekre, de természetesen összméterben, összkilométerben nagyon hosszú csatornaszakaszokat sikerül kitakarítani, valamint sikerül azokat a víztározókat is nádmentesíteni, amelyek a csapadékvizet befogadják. Mondta Molnár Pál, aki arról is szólt, hogy nehéz volt-e feltölteni a létszámot. 4-5 évvel ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy sokkal nehezebb feltölteni. Minden évben egyre nehezebb volt a helyzet. Most azt tapasztaltuk, hogy talán 2022-ben nem volt annyira nehéz. Vannak olyan emberek, akik a reálszférába, a versenyszférába nem kívánnak, és nem is tudnak elhelyezkedni. Ők évről évre visszatérők, nagy létszámban vannak hölgyek, akik sikeresen tudnak részt venni a közfoglalkozásban, munkavállalásban, de vannak férfiak is, akik egyre nagyobb számban jelentkeznek. A Start munkaprogram keretében kertészet is működik. A kertészeti program is tud még menni, mezőgazdasági program címén. 15 főre pályáztunk 2023-ban, ugyanennyi volt 2022-ben is, és 2023 február végével fog majd ez véget érni. Itt már ugye az előkészületi munkák folynak, készítjük elő a leendő palánta nevelést, ugyanis saját üvegházon tudjuk azokat a palántákat előállítani, amelyek utána szabad földre lesznek kiültetve.